üdvözlettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki akár itt az online térben, akár itt a Zoomon vagy a Facebookon is becsatlakozott, hogy meghallgasson ma este. Köszönöm ezt a méltatást, tényleg nagyon, nagyon találó, és mint ahogy Attila említette is, hogy így az életből merítődött nekem ez a kutatási téma, olyan kutatási nyersanyagot találtam, amivel együtt jöttem fel, és amire utána megtanultam különböző elméleti keretekben, módszerekkel reflektálni. Úgyhogy ennek az egyik lenyomatát hallgathatják meg ma este. Megosztanám ezt a PPT-t, ami... amit készítettem. Jó, itt vagyunk. Így. No hát, ugye a címe a történelem peremén, a 20. század a vidéki magyar nők emlékeinek tükrében. Némiképp szándékos a cím, hiszen emlékek, nem emlékezetről beszélnék ma, hanem emlékekről beszélnék ma. Az emlékezet az egy picit mindig egy tudományos abstrakció, egy olyan fogalom, amely az egyéni, a kollektív, a nemzeti és egyéb elemeket tömöríti, és általában azért az emlékezet és a történelem azok olyan problematikus kapcsolatban állnak egymással, hogy kötetek tízeit, százait töltik meg a történészek vitatkozásai ezzel azzal kapcsolatosan, hogy most az emlékezetet vagy a történelmet tekintsük autentikusabb reprezentációnak, tudományosabbnak, az emlékezetet inkább érzelem által vezéreltnek és megbízhatatlannak, a történelem pedig az a tudományos disziplína, ami kritikailag néz rá a múlt eseményeire, folyamataira, és az emlékezet különböző alakulásaira és formáira is. Na most, ugye nekem kiinduló pontom, hogy fontos a nőknek nem csak a tapasztalatait, de a nézőpontjait, a perspektíváit is beépíteni, beintegrálni abban, ahogyan a történeti narratívákat írjuk, tehát a nemzeti historiográfiánkban fontos szerepet kell, hogy kapjanak. Eleddig azért a köztörténelemben meglehetősen alulreprezentáltak voltak a nők, mint társadalmi csoport. Nyilván a különböző hírességeket, a nagy tettek véghezvivőit már többnyire rehabilitáltuk, akár a kulturális, akár a egyéb szférákat nézzük, politikai és egyéb alakokat, de azért még ott is vannak teendőink, főleg azért a forrásoknak a ritkasága miatt, illetve az interpretációs kereteinket kell egy picit szofisztikálni és finomítani. És ehhez remélem, hogy ma egy pár szempontot fogok így hozzáadni, és ezért is írtam ide, hogy alulkutatott társadalmi csoport. Kutatjuk, nem, nyilván nem szeretném ezt le degradálni, ezt a munkát, amelyeket itt a közép-kelet-európai régióban azért, hát, egy jó 30-40 éve már kutatók kemény munkával végeznek, de azért valljuk be, a hétköznapi ember, mint apropó, az még azért nem jelent meg, vagy hát nem sokszor jelent meg, vagy nem elég egyértelműen van jelen, mint a történeti vizsgálódásra jogosult
közösségek vagy csoportok tekintetében. Tehát itt föl is soroltam egy pár érdekes és fontos művet, akik valamilyen történetileg fontosnak ítélt apropó, valamilyen csoporthoz, közösséghez való tartozás okán váltak kutatásra érdemessé, mint például akár a nyilasnők, akár az apácák, a kommunizmusban történt üzettetésük során, vagy annak okán, vagy akár a tiszazugén méregkeverő asszonyok, akik szintén egy csoportot alkottak az adott maguk korában. És nem szabad ezeknek a műveknek elvitatni a hiánypótló jelentőségét, hiszen ezeken a csoportokon keresztül sokkal tágabb történeti összefüggésekre mutattak rá, amelyeket ezek nélkül, a csoportok nélkül talán nem is lehetett volna meglátni vagy észrevenni. Tavaly megjelent egy könyv, Illés Klára írta, az a cím, hogy Megtartó erő, egy paraszt család vége. És ebben a könyvben a szüleiről ír Illés Klára, és különböző forrásokat használt, és ő felteszi ezt a kérdést, hogy vajon érdemes-e figyelemre egy olyan könyv, amelynek főszereplője 2-80 éves korát is megélt idős ember, akik nem vittek végbe a társadalmi emlékezetben is számon tartott rendkívüli dolgokat. Hát erre Várszegi Asztrik előszavában azt olvashatjuk, hogy igen, érdemes, sőt, kötelesség ilyen könyveket megírni, kitűnő bemutatása ez mindannak, ami a magyar társadalom legnagyobb részét kitevő egyszerű emberek, családok közös sorsa, élettapasztalata örömben és bánatban, főként keserűségben és kiszolgáltatottságban közös szenvedése volt. Úgyhogy lehetne ez tulajdonképpen az talán az én könyvemre vonatkozó motto is, hiszen nagyon, nagyon találó. Igaz ugyan, hogy én a vidéki nők, olyan hétköznapi nők sorsáról készítettem kutatást és írtam könyvet, akiket hát soha előttem így hivatalosan nem kérdezett meg senki. Nyilván a saját családjukban mesélték a történeteiket, unokáik hallgathatták őket rendszeresen, de így, hogy valaki az utókornak fölvegye és megtartsa a megőrizze a történeteiket, ez így nem fordult velük elő. Ez aztán mindenféle módszertani bonyodalmat is okozott, de a célom az volt, hogy ők is kerüljenek bele a történeti kánonba, ők is, az ő történeteiket is érdemelnek komolyan vételt és komoly elméleti megközelítést, és hogy összevessük azzal, hogy milyen történeti képzeteink vannak, milyen narratív sémáink vannak, milyen konvencióink vannak, amelyeket az egyszerű, vidéki, nem sok iskolát végzett nők ugyanúgy használnak, mint a nagyon tanult társadalmi csoportok tagjai is. Akár mondjuk én, aki sok könyvet olvasott már. Ez így néz ki a megjelenő könyvem címlapja. A maga a kutatás az 30 nő élettörténetéről szól. 30 nő 3 különböző nemzetállam területén, de mind a 30 magyar ajkú és magát magyarnak tartó nő, akik 1921 és 34 között születtek. Magyarország déli délkeleti részén, Szerbia északi részén, a Vajdaságban, főleg a Bácska területén interjúztam, és Románia Észak-Erdély részén. Ezeket a személyes interjúkat, ezeket mind én készítettem, körülbelül 3 év alatt készültek el, rengeteg utazás, minibuszba, hátsó ülésen törődés, a szerb határon illegális családtagként önmagamat bemutatván rizikóztam, hogy átkerüljek a határon
oda és vissza, illetve sokszor ott laktam az interjú alanyokkal, ahol többnyire özvegyasszonyokról van szó, akiknek a férjük már nem élt, de ahol élt a férjük, a férj is sokszor rajta akarta hagyni a nyomát az örökkévalóságnak, és így őket is meginterjúoltam. Ez a könyv azonban csak a feleségeikről szól. Ez az a generáció, akik látjuk, hogy két világháború között születtek, és többnyire az államszocializmus kezdetére váltak felnőtt, házas életüket elkezdő, dolgozó életüket hivatalosan megkezdő felnőtt asszonyokká, és gyermekeiket az 50-es évek elején, közepén szülték. Ez egy végtelenül elhallgatott tény, hogy ennek a generációnak kellett keresztül mennie ahhoz, hogy a család megélhetését, a dolgozó anya kultuszát biztosítani tudta. Az óvodák ugyanis ilyenek voltak, tehát nem volt még kialakult rendszere a gyermek gondozásnak, annak a társadalmasításának, tehát végtelenül magukra voltak maradva, végtelenül sok teher alatt görnyedtek, és hát körülbelül így kell őket ma elképzelni, tehát nem a kendős 19. század végi mama, hanem azért látjuk, hogy amikor én beszéltem velük, ők kórusban énekeltek, nyugdíjas klubba jártak, ilyen-olyan alkalmakra, és akár nőegyletbe is szerepet vállaltak. Ez például az Árpád-házi Szent Margit nőegylet Erdélyben, akiknek számos tagjával is beszélgettem. És ő nekik a karitatív aktivizmusuk egészen a nyugdíjas korba jött el, ami hihetetlen érdekes csoporttá teszi őket is, amire amúgy nem gondoltunk volna. Ugye, hát ugye miért készítünk életútinterjút? Akkor készítünk életútinterjút, hogyha egy társadalmi jelenségnek a szubjektív megélését szeretnénk értelmezni, és azt, hogy az egyén ezt hogyan mondja el, hogyha személyes és csoportos identitást szeretnénk elemezni, vagy hogyha társadalmi emlékezetet kutatunk. Ehhez azonban társadalomtörténetből, társadalomlélektanból, pszicholingvisztikából, interakcionalista szociológiában, irodalomtudományban, én főleg a narratológiában tettem szert jártasságra, és etnográfiában kell egyaránt hát nagy tájékozottságra szert tenni. Ez amilyen rendszertelennek tűnő, rendetlennek tűnő a hétköznapi kommunikatív emlékezet és annak kifejeződési formái, ahhoz és azt, hogy ez azokat a rendetlen szövegeket rendszerbe tudjuk látni és interpretációs keretbe tudjuk helyezni, ahhoz mindenféle tudománytörténetből szükségünk van eszköztárra. És persze meghúzódik a háttérben a gyűjtésnek a szükségessége, tehát fontos, hogy minél több ilyet gyűjtsünk, hiszen eltűnnek az emlékezők, eltűnnek a szemtanúk, a túlélők, és kell, hogy hagyjunk ő utánuk is maradjon valamiféle forrás, hiszen a vidéki csoportoknál, amit egyébként most az intézetben a zsidóság történeti kutatócsoportban is látunk, hogy nem marad írott forrás, nagyon kevés írott forrás marad. Ez a vidéki paraszt asszonyok esetében is igaz. Ha csak nem készítünk velük interjút, akkor néhány anyakönyvi kivonat, munkakönyv,
katonakönyv, mert a nőknek volt katonakönyvük is, keresztlevél, körülbelül néhol képeslapok, levelek, egy-egy napló, a kivezetett naplót az marad. Én az interjúknak egy ilyen különleges alfaját csináltam ezekkel a vidéki nőkkel. Ők ugye, amikor én már odaértem interjúzni, ők már az életüknek közeledtek a végső fázisához, volt, aki már nem tudott fölkelni, és 70 éves koruk, 70 és 80 között voltak, és erre az életösszegző interjú magyar szót találtam talán a leghűbbnek, ami a leghűbben tükrözi a Life Review angol kifejezést. Ez a Life Review, ez egy különleges alzsánere az életút interjúknak, amit az emlékezésnek a fokozott vágya jellemez, az egyéni emlékeknek a fokozott szerkesztése és szelekciója. Tehát úgy tűnik, hogy erre a fázisra már kikristályosodott az egyéni életnek a leckéje, a fontossága, a logikája, az egyéni tettek szerepvállalás igazolásának fontossága a közönség felé, legyen az egy igazi közönség, egy hallgató, aki ott ül, vagy legyen az az absztrakt közönség, akik majd olvassák, hallgatják. Fontossá válnak a morális és a politikailag legitim értelmezési keretek, illetve rendkívül fontosan struktúrálják a történeteket a különböző módozatok, az emlékezésnek a módozatai, így például a nosztalgia, vagy akár az amnézia, a törlés, a felejtés. Erről egyébként Pók Attila nagyon érdekes könyvet írt, így a társadalmi kollektív emlékezetre reflektálva. Ez az egyéni emlékezésben nagyon hasonlóan van, de nyilvánvalóan nem lehet párhuzamot húzni az egyéni, illetve a kollektív emlékezet nosztalgiái és amnéziái közé. Fontos csak ugye az érzelmek, a sírás, illetve a nevetés. A nevetés az egy egészen érdekes érzelem, ami talán nem is inkább érzelem, de a életút interjúknak a szituációját gyakran kíséri, és gyakran a leghorrorisztikusabb események elmesélése történik nevetések közben. Persze ezen el lehet gondolkozni, hogy ez miért van. Ezeknek a mesélőknek a történetei egy aktív életnek a lezárásai, cselekményükben sokszor töredékesek, hiányosak, elliptikusak, illetve nem lineárisak. Tehát nagyon ritkán találunk egy olyan mesélőt, aki elkezd az elejétől, és haladva szépen lassan megy az élete vége felé. Nem, időben előre-hátra ugrálunk, ciklikusan mesélünk. A töredékekből különböző család és egyéni történetek bontakoznak ki, amelyek hordozzák mesélőjük speciális nézőpontját és a nagy történelmi diskurzusok nyomait is. Hát tehát ezeket tényleg úgy kell elképzelni, hogy a nappaliban és a konyhában ott ülünk, és majszolunk valami sütit, iszunk egy kávét vagy konyakot, és amit mára készítettem, az három nő története. Gondoltam, hogy talán így a legegyszerűbb illusztrálni, hogy hogyan is ragadják meg ők a 20. századot. Érdekes egyébként, hogy tavaly a kezembe került egy rendkívül tanult, tudományos karriert befutott hölgy időskorban írt életút visszaemlékezése, amelyben összefoglalta a 20. századot, és a 20-as években született, és nagyon érdekes volt, mert elgondolkoztam rajta, hogy milyen ritkaság és mekkora nagy kincs, hogy leült és írt egy noha szerkesztett, és nagyon átgondolt,
de mégis egy összefoglaló művet, hogy ő neki a személyes 20. századja, hogy nézett ki. Ezzel nagyon ritkán találkozom. Na, hát a három nő, Paula, Magdolna és Eszter, ők ezt szóban próbálták meg megtenni, ugyanis ez volt a feladat, ezt kértem tőlük, hogy megkértem, hogy meséljék el az életüket a legkorábbi pillanatok kezdve, amire emlékeznek, egészen napjai, tehát addig a pontig, amikor ott ültünk. Na hát Paula olyan történetet mondott el, amely sokkal kevésbé szólt saját életeseményeiről, mint politikai értékíteleteiről az egyes periódusokat illetően. Magdolna egy hát tót és roma származású nő, aki életút narratíváját saját történeti szerepének hangsúlyozása céljára használta fel, a többségi magyar társadalomban történő sikeres asszimilációja révén. Majd mindjárt kibontom bővebben is. És harmadik, Eszter egy vajdasági magyar család leszármazottjaként egy etnikai különbségekre épülő élettörténetet mondott el. Egy elhallgatott népirtás, a zsabjai, illetve a délvidéki mészárlás és üldözöttség kollektív szenvedés történetét. Történeteikben a 20. század történelmének egyéni reprezentációi és ezen identitás narratívák kritériumainak rendelődnek alá. Tehát mit is jelent ez? Tehát ami számukra az egyéni életüket keretező logika, amit életútjaikban fontosnak tartottak, hogy milyen kép alakuljon ki bennem őróluk, és amit azt a logikát, amelyek ezt az identitást építést irányították, gyakorlatilag a történelem magyarázataikat, az interpretációikat, és azokat a narratívát, azokat a kis anekdotákat, amelyeket összefűztek, szintén annak a egyéni érvnek, érvrendszernek, logikának rendelték alá. És ez számomra, hogyha egy üzenet van ebből az előadásból, akkor az ez, de remélem lesz még több üzenet is. Fontosnak tartom még azt is elmondani, hogy úgy indult ez az egész kutatás, hogy én az államszocializmus kommunikatív emlékezetét szerettem volna tanulmányozni. Tehát engem az érdekelt, hogy az államszocializmusra hogyan emlékeznek az idősebb nők. Na most elkezdtem interjúzni, és ezért volt fontos, hogy felnőtt korukat kezdjék az államszocializmus éveinek kezdeteire. Ez ugye a három nemzetállamban azért más és más. És aztán körülbelül 10-15 interjú magasságában elkezdtem rájönni, hogy milyen mintázatok vannak a történeteikben, és hogy nem tudom értelmezni az államszocializmus emlékeit azok nélkül, hogy tehát a második világháború, illetve a két világháború közének időszakának emlékei nélkül. És nem tudom értelmezni a rendszerváltás általuk fontosnak tartott emlékei nélkül sem. Tehát nem egy vákumban, egy kiragadott kort nézünk, hanem gyakorlatilag egy élet időtartamának emlékeit, amely meghatározza, hogy hogyan formálódik az az emlékezeti séma az egyes társadalmi korokra reflektálva. Hát most koroknak mondom, de igazából periódusok, amelyeket konvenciózusan szoktunk megvonni. És nagyon érdekes, ahogyan az egyes, akár Paula, akár Magdolna, akár Eszter periodizálja a saját életének történeteit, és azokat a periódusokat vagy összeköti, vagy nem, vagy elfelejt közben egy periódus, vagy nem, vagy átugorja, vagy nem, és a különböző értékelési, milyen különböző értékelési sémákat használnak rá. Na most a Paula esetében, ő 1927-ben született, egy török apa
hát török, ugye akkor még az Oszmán Birodalomból származó apa, ő töröknek mondta, és magyar anya gyermekeként, és úgy reflektál, tehát a gyermekkoráról és életeseményéről sem tudunk meg túl sokat, de azt megtudjuk, hogy egy rendkívül kivételezett helyzetben egy nagyon, nagyon szép gyermekkorra emlékszik. Ezt mondhatjuk egyébként, hogy az idős emberek sokszor a gyermekkoruk azok nagyon szépek, és nagyon megszépül a gyermekkoruk. Ez azért nem mindenkire igaz ebben a generációban, de Paulánál éppen ez így történt. Azt mondja, hogy tejbe vajba füröztötték, és szülei mindent megadtak neki, és egy idilli gyermekkort ír le, és gyakorlatilag olyan képet fest a gyermekkoráról, mint ezek a fekete-fehér fotók, statikus fotók, amelyek abból a korból ránk maradtak. Nagyon érdekes az a statikusság, amelyben ő a gyermekkorát megragadja. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a nőknek ez a generációja a gyermekkor történeteit azt leginkább a családjukról alkotják meg, és akkor a szereplők azok általában a szüleik, a unokatesók, a rokonok, a nagyszülők, az iskolatársak, barátnők, és ők töltik meg cselekvő karakterekkel ezeket a kis anekdotákat. Gyakori témák a nőknél a szegénység, társadalmi egyenlőtlenségek, a játék, a rosszalkodás, a gyermekmunka, tehát a munka, illetve az autoritásnak a tisztelete az iskolás történeteken keresztül. Na most Paulánál ebből semmit nem találunk. Paula a gyermekkoráról egy anekdotát nem mond semmit. Ugyanakkor elmondja ezt. Na most én a háború előtti időkről beszélek, azt tudom mondani, hogy például aki mi hozzánk járt mosónő vagy vasalónő, nem volt nekik rossz. Azoknak is megvolt a szép, rendes, kis, tiszta szobakonyhás lakásuk, akkor ilyen szegényebbek, mozdonyvezető, kalauz, postás, de azoknak sem volt rossz. Én nem hallottam, hogy valaki panaszkodott volna. Jó, a szegényebbeknek hát talán kevesebb jutott az asztalra, de jól lakott mindenki. Az is tudta a gyerekét tanítatni, tudta jó étellel, itallal ellátni a családot. Szépen öltözködtek, például a háború előtt ezeknek a munkásasszonyoknak is nyáron kis szalmakalap volt és sejem ruha. Szóval nem volt rossz. Aki azt mondja, hogy rossz volt a horti időben, az vagy részeges volt, vagy hazudik. Nem volt rossz, nem volt rossz. Na most, ugye itt ebből eléggé érdekesen kitűnik, hogy egy általános értékelés nyújt, a hortikorról egy polémiát kapunk, tehát vélt diskurzusokra válaszol Paula, illetve hát hallott vagy a publikus térben kerengő kulturális narratívákra egy narratív választ ad, hogy a horti korszak tulajdonképpen nem volt rossz, nem volt rossz. És ez rendben is van, tehát a nők sokat beszélnek merev, hierarchikus társadalmi viszonyokról, egyenlőtlen tulajdonviszonyokról, kinek volt jobb minőségű, nagyobb földje, kinek volt kevés rossz minőségű földje, és így szolgáltattak arra alapot, hogy a korszakot, mint statikus, változatlan egészet értékeljék. Így vagy úgy. Mondanék erre egy kontrasztot. Rozália, nehéz volt. A horti rendszer meg aztán, pedig akkor fiatal is voltam meg gyerek. Nem, hogy ilyet összünk magam, olyat összünk, nem. Pedig apám még részögös se volt. Ha szalonna volt, úgy emlékszök rá, ha szalonna volt, akkor öttünk röggel is, este is. Ha szalonna nem volt, volt lekvár. Na ezt el kell mondanom, hát ugye kukoricánk nekünk nem volt vetve. Hanem apámék mentek a gazdáhon kapálni, mögszödni. Aztán még úgy csinálta a gazda, hogy még hogy leszötték apámék, ugye a szárát is leköl. Te, nem voltam párba se. Nem voltam sose. De tényleg voltam olyan mérges, a gazda lefekült, én meg vágtam a szárat, kukorica szárat. Na, akkor aztán már elegem volt. Igen, na ez még a horti rendszerben volt annak idején.
tényleg, mint a nagy kommunista, pedig annyira fiatal voltam, de nagyon mérges. Nézd meg, meg kell csinálni mindent, mert ő gazdag, mert jó helyre került, jó helyre fogytjam. Úgyhogy már ott kezdődött a születésnél. Ez az igaz. Adjál a szögénynek is, Jézus is azt mondta, amit csak ki tudtak csavarni a szögényből. Azt mondják, jó volt az, Horthy. Hát persze, hogy jó volt, akinek jó volt, de a szögénynek nem volt jó. Úgyhogy nagyon érdekes, ez teljesen két, teljesen különböző szituáció, női sors, teljesen különböző élet, és látjuk, hogy Rozália és Paula mintha vitatkozna egymással, és még a hasonló elemeket is használnak a narratíváikban. Na most Rozáliánál azért látjuk, hogy beleszövi tehát a saját életének történésére szövi rá a Horthy korszak értékelését. Na most ugye melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, tehát a saját életének az anekdotáját használja arra, hogy a Horthy kort kritizálja, vagy fordítva. Tehát ezen is rendkívül sokat vitatkozhatunk. Az persze nagyon érdekes, hogy mikor válik el egy korszak, illetve az életfáz, a benne töltött életfázis, és az azt illusztráló történetek. Ha megnézzük Ibolyát, Ibolya szakít ezzel az egész generális, statikus imázzal, és inkább a saját életéből vesz anekdoták. Na, akkor aztán egyszer, hogy hívják voltunk? A sarkon lakott a Nürnberg órás. Na, ezt se felejtem el soha, és meghalt. És akkor elmentünk a temetésre. Mert mit tudom én, hogy mikor temették, közben a sok kis csirke, mert kis csirke is volt, az is kín volt az utcán, meg a kotlókat ötettem. Így össze-vissza gyűnén nekem. És akkor gyűjt egy hatalmas nagy eső, és a kis csirkék odahúzottak az ereszcsurgázba, az anyjukkal együtt. Közben édesanyám még meg hazagyűttek, mert a földbe is iszonyú nagy eső volt. Na, én meg oda voltam a temetésen, hogy nem gondolkodtam, hogy majd hazagyűjtek a gyerekök, biztattak, hogy gyűjünk majd onnan nem soká. Nem láttunk még zsidó temetést, hogy néz ki. Na, akkor is nagyon kikaptam, mert a kis csirkék mind belefulladtak a vízbe. Hát igaza volt neki, mert igaza volt, azt mondja. Nem megmondtam, hogy nem szabad, hogy elmenjél sehova sem? Hát ilyenök is voltak. Volt benne jó is, meg rossz is. Na most a gyermekkor és a két világháború közének tágabb társadalmi, politikai elemzése, illetve kontextualizálása mind a három nemzetállam nőinél ugyanúgy egy ilyen kontinuum mentén helyezkedik el. Tehát a Paula, akit először idéztem, ő a extrém egyik végén helyezkedik el, és a Ibolya pedig a másik végén. Na, ha visszatérünk Paulára, az ő élettörténete tovább is nagyon érdekes, hiszen azután, hogy a gyermekkoráról beszél, gyakorlatilag az iskolás évek, a serdülőkor, a második világháború mind kimarad, és gyakorlatilag a 1950-ben találjuk magunkat egy nagy szünet után, amikor is férjét egyik hajnalban elvitte az ávó. És ez az idézet, amit itt kivetítek, ezt a történetet próbálja elmesélni, ami nem személyesen Paulával történt meg, tehát maga az elvidés, csak annak a traumája, hogy 6 hétig fogalmuk sem volt, hogy a férje éle, hal-e, hol van, látja még valaha. Ekkor már Paulának volt egy kisbabája, 2 éves volt. Még 50 júliusában egyszer hajnalban csöngettek az ávótól, jöttek, hogy nálunk háztartást kell tartani. Ugye az ember nem sokat kérdezhetett abban az időben, és akkor össze-vissza kutattak a lakásban mindent, de semmi olyat nem találtak, ami nekik mondjuk tetszett. És akkor betelefonáltak, hogy nem találtak semmit, mert hozzuk. És valószínűleg azt mondta, hogy igen, és akkor az én férjemet elvitte az ávó, azt sem tudjuk a mai napig, hogy minek, csak azt tudjuk, hogy fölvitték Pestre, az Andrássy út 60-ba, és ott volt 6 hétig vizsgálati fogságban, és ahogy szó nélkül elvitték, szó nélkül haza is engedték. Mai napig nem tudjuk, hogy miért vitték el, nem tudjuk, fogalmunk sincs. Ők nem mondtak semmit,
csak hát azért borzalom volt az a 6 hét nekünk. És akkor visszajött 6 hét után anyukám, rá 2 hónapra meghalt, és aztán utána olyan említésre méltó nem történt már. Tehát Paula egy elliptikus történetbe ágyazva mesél egy traumáról. Semmit gyakorlatilag ez a sztori nem tartalmaz, információ értéke nem nagyon van. De az, hogy ez a trauma, és utána gyakorlatilag az körülbelül fél évszázadban már nem, semmi említésre méltó nem történt, az mindenféleképpen figyelemre méltó. Hiszen azért, ahogy haladtunk előre a beszélgetésbe, csak kiderült, hogy 1964-ben nagy nehezen azért, hogy jogosult legyen nyugdíjra, elment a Volánhoz dolgozni, és ott dolgozott 10 évet, ugye 10 év volt a nyugdíjra az előírt munka idő, vagy hát ez a tartomány, az időtartomány, ami minimum volt, és utána nyugdíjba is ment, és elmondja, hogy traumaként, vagy tragédiaként élte meg azt, hogy neki el kellett mennie otthonról. Ugye itt írja, hogy fájt a lelkem, hogy nekem be kell most zárni a lakást, és el kell menni oda, ahol nekem nem is eszik hasznomat. Én azt nem tartottam egy haszonnak, amit én ott csináltam. Se testemnek, se lelkemnek nem esett jól. A kommunizmus legnagyobb hibája az volt, hogy a nőket rákényszerítettem, hogy dolgozzanak. Hát ott nem okosodott, ott nem ment más, mint a pletyka, mármint a munkahelyen. És amikor megkérdeztem, hogy mi a véleményem, hogyan éltem meg a szocializmust, hát én tragédiaként éltem meg. Azért ugye, mert én abban nevelődtem, ugye az otthon neveli a gyereket, a nő végzi a házi munkát, az urát vacsorával, ebéddel, reggelivel kiszolgálja, és nekem ez furcsa volt, hogy most hazulról elmegyünk. Most hát a Paulának ez a mérhetetlen polarizáltság, ami jellemzi az élet úttörténetét, ez az, amire igazából rá szerettem volna ezekkel az idézetekkel világítani. Tehát az, hogy a szocializmus időszakáról is narratív emlék nem igazán van, tehát történetbe öntött narratív emlék, leginkább polémia, leginkább hát ideológiával telt diskurzusok versengenek egymással azért, hogy létrehozzanak tehát egy nagyon polarizált, két különböző antagonisztikus rendszerről egy képzetet, amelynek sok köze van a kollektív emlékezetben kerengő köznarratívákhoz. Tehát igazából ezeket a diskurzusokat ismerjük már, mindannyian hallottunk hasonló értékeléseket, és Paula, azt kell, hogy mondjam, nagyon sajnálatos, hogy ezt a kalodát választotta arra, hogy a saját életének, felteszem, gazdag eseményeinek egy ilyen leegyszerűsítő, ideologizált, sematikus reprezentációt válaszol. Így lehetővé vált, hogy a politikai nézeteit kifejezze, viszont elmesélhetetlen maradt az életének a többi eseménye. És szerintem ez nagy tanulság. Akkor Magdolna. Magdolna, amint elmondtam, ő egy apja roma származású, anyja pedig Tóth mondta, szlovák származású nő, de a nagymamája szerintem magyar volt. 1934-ben született, és magát déri cigányként apostrofálja, és tehát az élet útjának már az elején, tehát még semmiről nem beszéltünk, hogy milyen volt a gyerekkor, hogy hogyan éltek, de már az ellentétpárt megalkotta, hogy mi cigányok, ők magyarok. Úgyhogy, de magyarok, annyi barátnőm volt magyarok, ők jártak hozzánk, nagyon szerettek, anyám nagyon tiszta volt, mint a pohár, böcsületesek. Tehát az etnicitás, ez egy picit
rasszizált formában jelenik meg a dolga narratívájában. Tehát a fehérség, a tisztaság, az erkölcsi decenség, mint középosztálybeli és többségi társadalom által képviselt értékek, tiszta szex, bocsánat, tiszta munka, erkölcsileg tisztaság, és a testi tisztaságnak ez a ritmikus hangsúlyozása, és az életeseményeknél mindegyikénél történő hangsúlyozása, ez egy ilyen narratív keretet alkot Magdolna narratívájában, és ennek rendeli alá egyébként a 20. század eseményeinek a reprezentálását is. Ugye ő 34-ben született, tehát szintén a Horthy korszakban volt gyerek, és ő arról beszél, hogy mezítláb jár, hogy már kisgyerekkora óta, mivel szegény családban éltek is, és 6 másik testvére volt, ezért egy tehetősebb családnak a kisbabájára vigyázott sokszor, és segítkezett vegyes kereskedésben. Takarított is, tehát különböző munkákkal próbált segíteni a családi kasszának, miközben mellette általános iskolába járt. De igazából csak általános iskolai osztályokat végzett el, tehát sem polgári, sem felsőfokú oktatásban nem részesült. És a korról pedig a szegénység képét festi, hogy a család mennyire küszködött, illetve hogy mennyire hát fizikális és érzelmi biztonságnak a hiánya jellemezte számára ezt a kort, amikor a csendőrök megerőszakolták a szép lányokat például. Ez, amit ő kiemel ebből. A második világháború az ugye a nők ennél a generációjánál 44-ben indul, nem 39-ben, vagy a vajdasági nőknél 41-ben indul a második világháború, amikor a magyarok bejöttek, Erdélyben 40-ben indul, amikor a magyarok bejöttek, és ugye itt pedig a magyar délkelet magyarországi nőknél 44-ben indul, amikor az oroszok bejöttek. Tehát ezekkel a időhatározó jelölő mondatokkal indulnak. Nagyon sematikus, szinte mindenkinél ugyanezek a mondatok. De ezt szerintem ismerjük. Magdolnánál 44 tavaszán azonban édesapját 44 tavaszán elvitték a... Az édesapját elvitték a munkatáborba, őket is, mint a zsidókat. Tehát a család fenntartó nélkül maradt, az édesanyja a 7 gyermekkel. Még hangsúlyozandó, hogy mennyire hasonlított a magyarokra. A Kinizsi utcán, ahogy elfordulsz balra, onnan hordtam a tejet, azoknak se volt egy szágyerekük. De ott is úgy szeretett az a nő engömette, azt mondja, nem mondd, hogy cigánylány vagy, te nem vagy cigánylány, nem úgy nézel ki. Hát tisztán járatott anyám bennünket, nagyon tiszta volt anya, és a háború után olyan tetves világ volt, fiam, mindenki tetves volt, nem csak cigány, magyar is. Mindenki anyám átnézte a fejem, mert ilyen nagy hajam volt, mindörökkel megnézte a fejemet, hogy nehogy tetves legyek. De én sose nem talált nálam tetűt. Ellentétben, amikor bejöttek az oroszok, rühesek voltak az oroszok, retkösek te. És noha édesapját ugye eldeportálták a zsidókkal 44 tavaszán, kérlek szépen egy hét se köllött a lakcipő mind leszakadt a lábukról. Vagyis édesapja egy zenekarba játszott, ugye akkor a cigányság egyedüli legitim szerepe a magyar társadalomban az a cigányzene
volt, és apja gyakorlatilag Makón a egyik étterembe, tehát a nagy szállodában lévő étterembe játszott egy zenekarban, és gyakorlatilag az egész zenekart eldeportálták úgy, hogy haza sem engedték őket, hogy felvegyék a csomagjukat, hogy ruhát váltsanak. Gyakorlatilag úgy azon mód, ahogy voltak fellépő ruhában, ebben a mondatban ez is benne van, ez az embertelenség, hogy a lapcipő mind leszakadt a lábukról. És Magdolna egy egész interpretációt ad, hogy a apukája hogy ment a vonaton a munkatábor felé, Auschwitz felé, és mikor odaértek, akkor már nem kellett, hogy tehát ennek a történetnek a hitelességét persze megkérdőjelezhetjük, de ő egy történetbe önti, hogy hát ott várta őket az a tiszt, és hát mondta, hogy titeket meg ki irányított ide, és gyakorlatilag utána ezzel magyaráztak az, aki túlélte ezt a deportálást. Úgyhogy haza is jött 45 után. Azonban a család az még inkább deklasszált lett, mint a háború előtt volt, hiszen nem kapott állást sem az édesapja a táborból visszajövet, sem a később már a Magdolna férje. Ugye itt már megint összecsúsznak a korok, tehát a demokratikus átalakulás kora az nem igazán említődik. A Rákosi korszak is gyakorlatilag így kerül be a képbe, hogy nem vettek fel bennünket, mert cigányok voltunk. A kulákok azt mondták, hogy ide nem kellenek, mert nem hoztak be semmit se, nem hoznak be a TSZ-be. Mi meg behoztuk a lovat, a tehenet, meg a kéket, gépeket. Ez a Rákosi korszak. Na majd az uramnak a barátja, a gyerekkori barátja, lassan pár tiszt előtt. Most akkor mondta neki az uram, hát ne toljatok már ki velünk, Sanyi, hát vegyetek már fel, azt mondja. Jó van, azt mondja, majd most közgyűlés lesz a héten, ott akkor majd felemlítelek bennetöket. Már akkor a Kádár rendszer volt, és akkor fölhozta, azt gyűjt nagy örömmel hozzám biciklivel, hogy na gyertek, fölvettek tiktöket. Három személyt a zenekarból, nem minket, asszonyokat. Fene az anyját annak a Méheckinek, barát. Na most itt láthatjuk, hogy összecsúsznak az idősíkok is. Ugye szorál hisztori műfajja kapcsolatosan ez mindig is nagy kritika, hogy mennyire tulajdoníthatunk tehát a tényszerűséget, vagy ténybeli hitelességet a történeteknek. Inkább a személyes, szubjektív igazságok jönnek rajta ki, és itt látjuk, hogy gyakorlatilag ez a kisebb, a kirekesztés, a rasszosítás, az ugye az egy nagy kontinuitást jelentett a szocializmus előtti és korai, a szocializmus korai szakaszához képest. Erről sok történész ír, Sági Erna, Fejtl István is, tehát ők elemzik a szocializmusnak a változó roma politikáját, és ők ezt leírják, hogy a második világháború után a kirekesztésből integráció lett a 60-as évek közepétől kezdve, és ez érdekesen visszhangozza Magdolna sztoria, Magdolna története. Magdolna egyébként egy végtelenül bőbeszédű nő volt, és végtelenül nagy véleménye volt mindenről, de az életútját egyértelműen áthatotta ez a cigányság és az asszimilációs szükség, az asszimilációs szükség ahhoz, hogy ő egy értékes történelmi szubjektumként láthatódjon. És ez nagyon-nagyon érdekes, és szerintem ez is egy korlátja a diskurzív mezőnek, ha akarjuk így hívni, amiből egyének választhatnak, hogy hogyan, milyen sémába teszik az életük történetet. Ez nagyon redukáló, hogy neki csak ez az egy lehetősége van.
És így tulajdonképpen meg is erősíti a romákkal szembeni sztereotípiákat, hiszen ő azt mondja, hogy ő jól dolgozott, és mert utána lesznek történetek a Kádár rendszerben, ahogy talált munkát, ahogy konyhán dolgozott, utána pedig cipőkápiezben dolgozott. Először volt egy férje, akivel nem lehetett gyereke, és ezen is sokat, sokat mesél, sok anekdotát, hogy nem tudott teherbe esni. És ugye ezzel ugye azzal vitatkozik, hogy, hogy mennyire szaporodnak a cigányok. Tehát ő kifejezetten mondja, hogy ennek egy nagyon nehézségbe telt, és mire sikerült, akkor már nagyon örült neki, és el se hitte. Majd csak a második férjétől lett gyermeke, akivel együtt öregedett meg, és együtt mentek nyugdíjba. Károly a férje. És van egy anekdotája, amikor azt elemzi, hogy a nőgyógyász mondta, hogy akkor a műfogait akkor most tegyek ki oda az jeli szekrényre, mert hogy az nem lehet, hogy az neki az igazi foga. Hmm. És akkor ezzel azt próbálta, ugye nyilván ez is próbálta kihangsúlyozni, hogy nála ez nem így volt. És nyilván amikor a kádári szocializmus értékeléséről kérdeztem, akkor azt mondta, hogy én rittam, mikor Kádár apát meghalt. Mert ugye itt is egy szoverein, egy erős állam férfi nosztalgiája világlik fel. Egy olyan korszakot jelölő férfi, amiben nekik lehetett dolgozni, amiben ő tudta magát társadalmilag fontosnak érezni. És ez nála nagyon-nagyon fontos volt. És ő ketté választotta, hogy a Rákosi korszakban nem, de később igen, és ezzel visszhangozta ezeket ezt a változó etnikai vagy roma politikát. Jó, és akkor végül pedig Eszter, mindhármójuk közül talán neki van a legszívszaggatóbb élettörténete, ahogy mondtam is, egy üzettetés történetét mondja el, amely kollektív tapasztalat volt a délvidéken, ugye a 42-es Novi Sadi vérengzést után, 44-45 telén a Tito gerillái megtorolták a Novi Sadi vérengzést, és egy körülbelül három teljes falut érintő, de egy egész Bácska régiót átfogó retorziónak lettek áldozatai az ott élők. Nem csak magyarok, de zsidók és egyéb etnikumok is. Mindenféleképpen ez egy kevésbé reprezentált, de történelmi trauma, de tehát léteznek róla történeti művek, Sajti Eszter is írt róla a Szegedi Egyetemen, de például még mindig számokat nem tudunk, és igazából 2013-ban történt egy bocsánatkérés Szerbiától hivatalosan. Részünkről sem, tehát én nem tudom, hogy történt-e valamilyen, de gyakorlatilag Eszter ezt már nem élte meg. Tehát ő úgy halt meg, hogy ebben a mészárlásban, amelyben elvesztette édesapját, ezt nem tudta elgyászolni, nem tudta elmondani, és nem tudott még egy halotti anyakönyvi kivonatot sem szerezni. Nem tudta bizonyítani, hogy édesapja ennek áldozatául esett, és ennek a traumáját hordozta tulajdonképpen az életén keresztül, és ez nagyon látszik az életút narratívából is. Elkezdi a két világháború közén, ugye ő 29-ben született, édesapja mezőgazdasági munkás volt, édesanyja pedig varrónő, és hát Eszternek is nem lettek magasabb iskolái, hiszen iskola közben jött a
magyarok bejövetele majd a mészárlások, tehát örült, hogy, a, hogy az általános iskolát el tudta végezni. És a gyermekkoránál indít, hogy, hogy ott is egyből az etnikumok kapcsolatával, hogy a faluban hogy éltek a szerbek és magyarok, és hogy milyen hát harmóniát, egy harmóniát ír le egy szegregált falut, ahol mindenkinek megvolt a saját temploma, a saját közössége, de ezek a közösségek egymáshoz jártak, kóringyálni jártak egymáshoz a gyerekek, a családok. A társadalmi etnikai alapon megformálódott egyenlőtlenségek, társadalmi egyenlőtlenségek, azok, azokat még történelmi távlatukba is helyezi. Azt mondja, hogy és általában úgy volt minden községben, most is az újban, hogy a magyarok azok szegényebbek voltak. Azok voltak a nemzetiségek között a legszegényebbek. Mert amikor az első világháborúban ugye vége volt, itt osztrák-magyar monarchia veszített. Sajnos a magyarok fizettek rá a legjobban. Ugye a területet, ezt megkapták a jugoszlávok, ugye Jugoszláviát alkottak a nagyhatalmak, sajnos akik most is uralkodnak, és akkor kaptak fődet. Ezek a dobrovojácok kaptak letelepedést, és a legjobb fődeket kapták. A legjobb fődeket kapták. Na viszont azt meg tudott talán jobban, mint én, hogy a németek meg azért, mert azok is betelepítettek voltak valamikor, már István király ugye hozta különleges izével, na, jutalommal, és azok is kiváltságot kaptak. Igaz? A szerbek is, a németek is. Mink szegény magyarok, amit volt, amit bírtunk, az volt a miénk. A legsoványabb fődek. Most ez az már alapban ott levő etnikai, hát mondjuk így, hogy társadalmi igazságtalanság és egyenlőtlenség, az azért a gyermekkori anekdotákban kicsit nüanszosabbá válik, elmondja, hogy milyen szerb barátnők voltak, és hogyan jártak iskolába, és hogy az édesapját mennyire tisztelték a faluban, és hogy relatív béke volt. Utána azonban gyakorlatilag, és Eszter nagyon érdekesen, ő kronológikusan mesél, tehát ő nem nagyon ugrál, és ennyiben az volt az érzésem, hogy ő ezt már mesélte, ezt a történetet. Tehát ő neki ez már egy picit elpróbált történet volt, és a gyerekkor után jött 1941, amikor bejöttek a magyarok, és akkor indultak a szerbek, hát mert ő ugye etnikai alapon fogalmaz, a szabotázsok az újonnan felálló államhatalomban szemben. És ezeknek a szabotásoknak a falubeli történeteit meséli el, hogy melyik faluba, melyik Pista bácsit, Jóska bácsit robbantották, vagy hát nem robbantották, de például a cséplőgépet felgyújtották, vagy ott találták a nádasba a holttestet, stb. Tehát egy kicsit ilyen, hát ilyen nehéz hallgatni ezt, mert olyan, mintha a szörnyebbnél szörnyebb történetek töltenék meg az életének a lapjait. És tehát egy idilli állapotból elindulunk egy romlás felé. És utána az életút narratívának az abszolút csúcsa, amikor elmeséli a 44-45 telét, amikor édesapját egy gödörbe megtalálja. Vagyis legalábbis úgy gondolja, hogy az édesapja. De féltem, Istenem, ő is fél biztos, mert megyünk, jó, esteledett már majdnem, hogy a kanyarig, de még nem, de közel van a, és nézem messzire, hogy lássuk otthon a kálváriát, ahogy a stációk vannak, hogy a stáció egyik oldalán voltak ezek a tömegsírok, és ahogy megyünk messzire, lássuk, hogy jaj, mi van ott fekete. Jaj, ott valami nagy kutya van, vagy mi lehet az? De csak megyünk, olyan fásultan mentünk, oda megyünk, közelítünk, hát oda mentünk és belenéztünk. És fekete föld volt. Olyan, mintha egy így ennyi volt kiásva, és fekete föld volt. Vagy fekete föld volt, még több is beledobálták, ketten voltak. Édesapám meg még egy ember. Aztán valamennyi földet dobtak, és ott hagyták a többit. Mondom anyámnak, hogy jaj, nézd csak.
mikor én nézek, egy agyvelő. Na most, hogy ki volt az egy héttel előbb, nem bántották a kutyát, nem hiszem. Vagy az emberi, vagy az én édesapámé, vagy melyik emberi, magyar emberi. De ott egy magyar agyvelőt láttam. És összetaposva, olyan, ez januárban volt olyan, és olyan fagyos, havas, mit tudom én, hű volt, olyan alacsony bokrok, és azok mind olyan nagy bakancsokkal össze voltak taposva, és volt ott vér, meg minden, hát ezt is láttam. És egyébként tegnap újra hallgattam Eszternek a történetét a hangfájlon, amin a gépemen van, és hát nehéz hallgatni. Tehát egyben nem is nagyon lehet meghallgatni utólag a felvételt. Ott, ahogy ültünk a konyhában, neki a férje is ott volt, Béla bácsi, és Béla bácsi folyamatosan belekotyogott a sztoriba, tehát mindig így kiegészítette, vagy éppen visszhangozta Eszternek a történetét, ahogy ott ültünk ott hárman, és emlékszem, hogy egy ilyen napos, meleg nyári délután volt augusztusban, Adán voltunk, és ott a házukban, és zümögött a méhecske, ezek a rémtörténetek, ott ültem, és mint valami ilyen hipnózisban nem is tudtam nagyon mit reagálni, ahogy mesélte Eszter ezeket a történeteket. Aztán persze később mondja, hogy léteznek a környezetében olyan érdeklődő emberek, akikkel már beszélgetett erről, illetve ismerőse is van. Hiszen ő ugye Zsabjáról származott, az egész család Zsabjai volt. Zsabja az egyike azoknak a falvaknak, ahová nem költözhettek vissza már a mészárlás után a lakosok. Tehát Eszter és a anyukája és a bátyja az apjuk halála után munkatáborba kerültek, ő úgy hívja, hogy lágerbe, de ott a Vajdaság területén, és másfél évig nem költözhettek vissza, sőt, utána már nem költözhettek vissza Zsabjára, de másfél évig a lágerbe voltak, és ott ilyen anekdotákat hallhatunk, hogy Eszter meséli, hogy a vécéket takarította, és elég reménytelen életet élt abban az időkben. És igazából átmenetről Eszter sem beszélt, tehát nem mondja el, hogy mi volt az, ami őket kivezette a lágerből, hogyan változott, hogyan lépett titó hatalomra, nem tudunk meg többet, csak aztán már, hogy és akkor utána már jött a kommunizmus, tehát egy eléggé nagy ellipszissel kihagyjuk az átalakulást, és ott a szocializmus történetét leginkább a politikai nonkonformizmus történetei töltik meg, tehát hogy ő nem lépett a pártba, pedig szorítottak a pártban, mindig ez volt a kifejezés, amit használt, és igazából egy konzervgyárban dolgozott a gyártósor mellett. És a szocializmus időszakára datálható, hogy Béla bácsival összetalálkoztak és összeházasodtak, de gyermekük nem lett soha. Béla bácsi egyébként a konyhában ülve, mert mikor Eszter befejezte a történetet, akkor mondta, hogy most akkor én jövök, és akkor én mondom el. És akkor Béla bácsinak az élettörténete az csak gyakorlatilag a II. Világháború személyes háború története volt, szubjektív háború története, és sok sírás között mesélte el, hogy milyen borzalmakat látott a keleti fronton, és igazából ők egy két megtört lélek volt, akik egymásra találtak, és úgy együtt kialakítottak egy életet. Na most a nőknek eme generációjánál sok esetben a nyugdíjazás, a nyugdíjban menés, az a rendszerváltás idejére esik. Nagyon érdekes, ez is így ugye a kutatás közben világosodott ki számomra, hogy hát a gyerekkora a
két világháború közel, a második világháború idején a tinédzserkor, az első szerelem, a tánciskola és a szörnyű félelmek időszaka. A 40-es évek második felétől indulva a fiatal felnőtt kor, a 40-es évek végén a házasság, majd a gyerek és a munka vagy hát a professzionális életnek a történetei bontakoznak ki, és azért itt a pártban való nem bemenet, nem tartozás, a politikának nem behajolás, az nagyon fontos eleme az összes történetnek. Tehát senki sem volt a pártban gyakorlatilag. De az is, aki elmondja, hogy jó pozíciót kapott, ő is a párt semlegességet emlegette ennél a generációnál. Tehát azért ez egy eléggé náluk, tehát ennél az, úgy fogalmazok, inkább nem generációnak, hanem emlékezeti közösségnek az emlékezet tárában a pártagság azért ez egy abszolút tabu. Az egyik tabu a sok közül. A holokauszt az egy, a Magdolnát kivéve a magyar ajkú nőknél szintén elég nagy tabunak számít, illetve egy amnézia övezi, illetve amnézia, illetve tabu, ez kinél hogyan, nem, ezt nagyon nehéz meghatározni, hiszen ha nem beszélünk valamiről, akkor ez egy ellipszis marad a narratívában, és ugyanígy a háborús atrocitások, tehát a nemi erőszak és az egyebek, azok szintén egy valaki mással megtörtént, tudjuk, hogy volt, de velünk nem történt. Vagy az egyik vajdasági nő, Matild, úgy fogalmazott, hogy egyszer csak már úgy veszem észre, hogy teherbe estem. Tehát gyakorlatilag egy nem találnak arra narratív kifejezési módot, hogy ezekről a témákról, akár érintőlegesen is, csak így, nagyon szublimált módon, vagy abszolútan beszéljenek. Na most Eszternél a rendszerváltás az úgy fogalmazódik meg, hogy az a konzervgyár, ahol ő dolgozott, ez megszűnt is, és a rossz befektetések miatt szűnt meg. Na de van egy kis mellékes jelentéstartalom is. No, a gyár megszűnt dolgozni, és mit tudom én, ezek a kommunista vezetők csődbe vitték. Loptak, ahogy csak bírtak azok is. Nem is a lopás, hanem a helytelen beruházás. Olyan nagy krediteket vettek, kölcsönöket vettek föl, hogy a kamatja lefolytott bennünket, és mentek külföldre, nagy utakat, táridókat csináltak, Londonba mentek. És kitűnt, hogy próbagépek azok is. Nem is, még sehol nem volt az eladva, csak az elsőnek valamelyik, mit tudom én, zsidó cég, mert garantálták, hogy még el is lesz véve a kész, amit földolgozunk, szállított dolgok, meg mit tudom én, kompótok, ez az amaz, minden, és ott volt a külkereskedelmi igazgató, a mi igazgatónk ott volt Londonban. És a huncutok, ugye a zsidó kereskedők, mert mondom, az eladó, a gép eladója is zsidó volt, meg aki ugyanahhoz csatlakozva, majd átveszi a szállított árut. Úgyhogy mondta, bombaízé lesz itten, nagy beruházás, építkezés és termelés, és pénz folyik majd be, munkások ezrei. Nem lett belőle semmi. Aztán hallottuk, aztán szivárgott ki az, hogy azok persze mind ügyesen fogták a vendégeket, vendégösködtek, átrepültek Párizsba, ott a Moulin Rouge-ba, ott aztán mesélték, hogy mindegyiknek a páholyába a helikopterből ereszkedett a táncosnak. Tehát a korrupció az egy toposz egyébként, nem csak az államszocialista rendszerek utáni értékelő diskurzusokban és a posztszocialista kondíciót leíró diskurzusokban. A korrupció az a posztkoloniális diskurzusban is, a gyarmatosított nemzetállamokban is egy nagyon jellemző leírási módja, és
és magyarázó eszköze annak, hogy miért nem működik egy társadalmi berendezkedés, egy gazdasági berendezkedés. És erről Akil Gupta egyébként rengeteget ír, nagyon, nagyon, jó, nagyon érdekes, ő is etnográfiai módszerekkel dolgozik, és szédületesen jókat ír így az indiai kontextusban. Úgyhogy és Eszternél gyakorlatilag ez a ugye egy kis antiszemita felhang azért érződik, hogy itt nála nem zsidó kommunisták vannak, hanem zsidó kapitalisták, tehát azok a vállalkozók, akik korrumpálták a kommunista vezetőket, és gyakorlatilag csődbe vitték a gyárat. És így ez a jugoszláv gazdasági modell, ez gyakorlatilag bukásra ítéltetett. És ez Eszternek a magyarázata is tulajdonképpen itt a ezen túl már a nyugdíjas évekről gyakorlatilag milyen lapos anekdotái vannak, tehát igazából nincsenek további történetei. A munka értéke az, ami az államszocializmustól függetlenül érték, mert a szorgalom, az építeni akarás van benne, az nagyon-nagyon jellemző Eszternél, ugyanúgy, mint Magdolnánál, ugyanúgy, mint Paulánál annyira nem, mert ő ugye ebben is összekötötte a rendszert a munkával, de tehát a 30 nőből legalább 25-nél a munka az egy nemes dolog, és ezt a társadalmi csoportot, amely a rendszerváltás után elvesztette gyakorlatilag a társadalmi legitimitását, és úgymond a vesztesek közé tartozó csoportok lettek, tulajdonképpen újra rehabilitálják így a munka diskurzusán keresztül, annak, hogy értéket tulajdonítanak önmagukat, mint csoportot. És nagyon-nagyon fájdalmas egyébként, hogy a nyugdíjukat szinte mindenkinek meg kell magyarázni, hogy az miért emelte meg. Pedig a nyugdíjak, tehát végtelenül kicsi nyugdíjakkal rendelkeztek, még akkor is, mikor én készítettem ezeket az interjúkat. Tehát tényleg nagyon szerény körülmények között élt mindegyik interjú alanyom. És az, hogy még ezt a kicsit is meg kell magyarázni, meg kell legitimizálni, hogy ez miért érdemes rá. Ez szerintem nagyon beszédes, és nagyon fájdalmas, és hát így rávilágít ennek a generációnak az egyik fontos történelmi áldozatiságára. Úgyhogy hát én most így ebben a körben ennyit szerettem volna elmondani, remélem nem nyúltam túl hosszúra. Megköszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, és remélem, hogy valamit tudtam hozzáadni a témához.